Terrud és Japán első számú motorolaját a Zenaoszt használja. Tavalyi nyaralásomat egy villanymusztánggal tettem meg, illetve azzal utaztam Horvátországban, most is megkértem Antit, hogy segítsen nekem, hogy egy villanyautóval szivathassam magam, mert ez olyan jó élmény volt. Kommentben sokan bántottatok, sok negatív dolgot hoztatok föl, és gondoltam, hogy idén javítok rajta egy picit. Úgy gondolom, hogy egy picivel tapasztalt a villanyautó használó lettem így az elmúlt egy évben, egy részről pedig ismerem a helyet, ahova megyünk, szóval sokkal jobb út elé nézünk. Egyrészt az autó alkalmasabb a hosszú távú autópályás közlekedésre, mint a villany Mustang volt. Másrészt pedig nem kell azon aggódnom, hogy ha odaérek, akkor fogok-e tudni tölteni, mert most már tudom, hogy van lehetőség tölteni a helyszínen is. Szóval mindjárt bepattanak az autóba, és akkor ott folytatjuk a beszélgetést. ismét egy meglehetősen hosszú útra indulok, akár csak a német túrámon volt, és e, így előzetesen az autóval annyit tettem, hogy az alvásszám alapján az alkalmazáshoz hozzáadtam a Volkswagen abba, és e, e, ezen kívül az ég a világon semmit nem foglalkoztam. Az első benyomásom egyébként teljesen pozitív az autóra, nagyon rég egyébként új Volkswagenbe, főleg ami személyautó, mert a mi ilyen viszonylag friss Volkswagen és használom rendszeresen az a Crafter, de nyilván ezekhez, a főleg az elektromos Volkswagenekhez képest azért, az egy más platform. <coughs> Minden egyértelmű egyelőre, de még barátkozok az autóval, van egy szép nagy kijelző itt, amin még a jövő hetet is látjuk, előttünk egy ilyen kis minimál kijelző van, egyébként 94%-kal indultam el, 400, 4, igen, 475 kilométert jósol hatótávra, e, és ebben a pillanatban érem utol olivéréket, itt jönnek előttem a szerelvénnyel, szóval picivel előbb indultak, de úgy látszik, hogy már most a autóval nekem előnyöm van, ugye tavaly viszonylag csúfos vereséget szenvedtem e, vele szembe a Mustanggal, de ott nagyban hozzájárult ehhez a az én tapasztalatlanságom, idén ezt igyekszünk szépíteni. Hogy látjátok, itt van mögöttem megint az ioniti töltő Ionity tavaly óta sem tudom, hogy hogy kell mondani rendesen. Szóval tavaly is itt töltöttem először a villany a Balaton déli csücskénél, és az van, hogy az útvonal tervező szerint 49%-kal kellett volna ideérni, de nem teljesen 100%-kal, hanem 95-ről indultam. Nagyobb volt a dugópesten, meg aztán 130 helyett 135-tel jöttem. Nem hajtunk gyorsan, természetesen, és 41%-kal sikerült ideérni. A tervező azt írta, hogy itt 5 percet töltök, de ezt szerintem meg fogom duplázni, mert addig is iszok egy kávét legalább, és ugye itt még 41-ről 80-ig gyorsan töltődik, szóval uh, itt érdemes többet belerakni. Ugye a tavalyi videóban ezt uh, mondtátok többen is, vagy írtátok pontosabban kommentben, hogy fölösleges 80% fölé. Egyrészt ott az volt a probléma, ugye szerintem válaszoltam kommentbe is, meg talán most a videó elején is mondtam, hogy egyáltalán nem tudtam, hogy milyen lehetőségek vannak ott a szigeten, ahova megyek, hogy fogom tudni tölteni, ezért akartam legalább ilyen 50% körüli töltöttséggel megérkezni. Ez volt az egyik probléma, és ezért kellett 80% fölé tölteni, hogy mikor odaérek, akkor magas töltöttségi szinten legyen. Most már ezzel nem kell foglalkozom, szóval itt töltek egy 10-15 percet, addig beszaladok ide a kútra, iszok egy kávét, és akkor uh, utána haladok tovább. És akkor a második töltés, ahogy talán az elején is említettem, Zágrábnál egy 15 perces uh, töltés lesz, szóval alapvetően uh, tök jól uh, jó haladnak a dolgok. Picit bogaras már az autó leje, meg itt Ventid Látorozgat. Uh, Elkezdtem már barátkozni az autóval, és amúgy ö, nagyon tetszik. Most ugye az van, hogy ö, nem ültem friss Volkswagenben, ezért nem tudom, hogy a, a nem villanyos Volkswagenekhez képest milyen ez, de de tetszik, tökre egyértelmű, meg tök jól működő az infotainment rendszere, tetszik, amúgy tök kényelmes az autó, az ülés is tök jó, van benne ülésszerdőztetés, ami nagyon jó, ilyen tök menő világítása van, üdvözölnek, ö, ahogy nyitod az ajtót, beülsz, akkor már kapcsol is be az autót. Tényleg nagyon nagyon Tök jó. Új, új új Szóval az eddigi út az elég jól telt, tényleg kezdek barátkozni már az autóval, kicsit nézegettem. Vezetni is amúgy tök jó. Jó a jó vezetéstámogató rendszere, vagy jók a támogató rendszerei is. Illetve Nem tűnik kifejezetten zajosnak, akár Inkább halknak mondanám, a a kocsit, de nyilván zenehallgatással meg főleg egyáltalán nem zavaró, szóval az első benyomás abszolút pozitív, így, hogy elkezdtük az ismerkedés, nekem amúgy tetszik a dizájnja is kifejezetten. Itt a haptikus gombok, az a tempomat állító az egyelőre még nem sikerült összebarátkoznunk, az van, hogyha szerintem erősen és nem erősen nyomva más csinál, de nem sikerül konstans ugyanazt az eredményt produkálni, mert ha erősen nyomod, akkor tizet lép föl, de ha csak egyet akarok fölépni, akkor az általában nem szokott sikerülni. Valószínűleg én bénázok vele, de ezen azért túlteszem magam. Ugye megálltam, földugtam az autót töltőre, és elkezdtem videózni, akkor konstatáltam, hogy már 6 perce töltődik is, és milyen sok uh, amper beleszaladt. Bementem a kútra, ittam egy kávét, visszasétáltam, kidobtam a szemetet, és így 16 perce töltődik, és 77%-on van. Szóval ez, ez uh, olyan sebességű, 40-ről 80%-ra tulajdonképpen feltölt. Uh, mondjuk, hogy rossz indulata a 20 perc, de nem egész 20 perc alatt. Uh, ez egy olyan, szóval, hogyha megállsz tankolni, és tényleg iszol egy kávét, az nagyjából pont ennyi időt tudom kötelező megvárni, mint én tankolás sokkal gyorsabb, ez, ezzel nem lehet vitatkozni, viszont úgy gondolom, hogy egy ilyen töltés az nem jelent egy olyan életminőség romlást, hogy ezt egy ilyen hosszú utazáson ne lehetne bevállalni. Nyilván üres, itt van a négy töltőosztop mögöttem, hogyha éppen nem lett volna nagyobb szívás, meg mit tőn, de azért akkor is egy ilyen megugorhatatlan probléma, szóval ez egyelőre egy nagyon kellemes csalódás, főleg a tavalyi szíváshoz képest. Itt van egy nagyon szép töltő. Szigeten ugye tavaly már rájöttem, hogy lehet tölteni, de most kerestem egy gyorsabb töltőt, ez egy 22 eh, kilovattos töltő, mert amit tavaly találtam, az csak 11-es volt, ez sokkal lassabban töltött. És eh, egyrészt a tavalyi videóban egy picit hiányos volt, illetve az itt tartózkodásomról semmilyen tartalom nem készült, nyilván azért, mert eh, pihenni jöttem elsősorba, de úgy gondoltam, hogy most eh, beleteszek ennyit. Szegény autó, meglehetősen retkes, mert volt egy ilyen Homokos, trópusi, esős, viharos, akármicsoda, és mosót nem sikerült találni a szigeten, szóval ez egy picit zavar, de hát majd hazafele keresek egyet, meg a bogár áradatot is le kellett takarítani, úgyis az autóról. Nagyon minimálisan használtam az autót, amíg itt voltam, most ez a második alkalom talán, de kifejezetten azért jöttem, hogy töltsem, mert konnektorra becsattintottam tölteni az autót, viszont 40-45 órát írt. 9%-nál dugtam be, 45 órát írt teljes töltésig, de gondoltam, hogy ezt nem várom meg, meg amúgy sem örültek annyira a szálláson, hogy ott töltögetem a kocsit. Annyira jó volt, hogy egy ilyen 30%-ig feltöltötte egy éjszak alatt, nagyjából ilyesmi volt, ami szomorú, hogy idefele nem fedeztem fel, hogy van masszás funkció az ülésben, ami kifejezetten jó. És ha most, hogy a töltéssel hogy állunk, mert kíváncsi vagyok, jár, mi nem állja, hol nézik, töltés. Töltés itt van, 27%-nál tartunk, 150 km-t 100%-ra felhúztam, 17.30-ra írja, hogy vége, most dél van, szóval ezzel a 22 kw ha jól számolgatok, akkor 5,5 ,5 óra alatt tölti 10, Á, óránként 10 kw vesz fel, akkor úgy látszik, hogy vagy nem jó állapotban van az akkumulátor, vagy rossz volt az információ a Google-ben, amit találtam a töltőről. Mindegy lényeg az, hogy töltögetjük szépen az autót, addig meg elfoglaljuk magunkat. Összességében amúgy az autó beltere, mert most meg tudom mutatni, hogy itt álló helyzetben ülök az autóban, nagyon tetszik, amúgy tök hangulatos, szerintem vágóképeket csináltam már róla, vagy a GoPro-n látszik idefele, hogy tök hangulatos így ez a, a, kis design díszvilágítás, így a, a díszlészek körbe egy pici leddel, meg amúgy tök modern. Nekem a kormány is kifejezetten tetszik, tök jó fogása van, szóval vezetni is amúgy, amúgy nagyon jó itt előtted, hogy csak ez a pici kijelző van, de van amúgy head-up display is, ami látod a legfontosabb információkat, illetve ugye itt van ez a szép nagy tablet, amin pedig minden fontos információt, hogy az ég egyet a világon mindent meg tudsz uh, csinálni az autón, ami, amit lehet. És uh, ami nekem negatívum egy picit, illetve, hogy ez nem tudom, lehet, hogy régi módi vagyok, de hogy fizikai gomb egyedül a vészvillogó, ami, ami az autón van, és akkor itt még van ilyen kis touchscreen külön a hőfok szabályzásnak, meg a hangerő szabályzásnak, hogy ezen kívül az összes többi dolgot, azt mind-mind a kijelzőn, érintő kijelzőn csinálod, és nem igaz, bocsánat, mert itt vannak a kormányon is, de ez csak tempomat, meg számot léptetni, szóval ilyen nagyon alapfunkció, hogyha hogyha például ülésszellőztetést, masszást, ilyesmit szeretnél, ülésfűtést, az mind a touchscreenen keresztül történik. Ez nem tudom, lehet, hogy meg kell szokni, mert ez így marad örökre. Valószínűleg az összes gyártó felé halad, hogy elhagyja a fizikai gombokat. Ez egy picit zavaró, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szokatlan számomra, de ezen kívül tényleg nem igazán tudok negatív dolgot mondani. Kis van itt alul, amúgy ez tök praktikus, hogy viszonylag sok mindent el tudsz tenni, könnyen elérhető helyen. És akkor ott a, hát a gázpedálnak nem mondanám, a gyorsítónik kis play gomb, a féken meg a kis pauz, szóval ilyen tök jó ötletes gegek vannak, vagyis hogy nekem tetszenek ezek a kis gegek az autóban, nagyon-nagyon nem tetszett a rostélyok. itt vannak ugye több szellőző van rajta, itt van például egy, itt alul is van, innen is jön a levegésük, az utasnál van még e, kettő szellőző rostély. és most már én megpróbálom ezt megkeresni, honnan is hoztam elő klíma. Itt van igen, de most ki van kapcsolva, bekapcsolom, és nem tudod állítani, hogy merre fújjon, hanem, vagyis hogy bocsánat, tudod állítani, de hogy fizikai gombokkal nem tudod állítani, és ezzel a kis joystickkal, nel tudod, hogy ez merre fújjon és hát kellemesnek semmiképpen nem mondanám, hogy ha automatán van, akkor ugye ezt az összes dolgot csinálja, hogy honnan mennyire fújja a levegőt, de például, hogyha nagyon zavar, hogy az arcodba fújja a levegőt, akkor az csak is kizárólag így a touchscreen keresztül, tudod, én szerintem ez egy picit túlzás, de megint csak az van, hogy lehet, hogy én vagyok túl régi módi, és ezért nem szeretem az ennyire véleményem szerint túl a dolgokat. Ahogy látjátok, itt vagyok a tengerparton. Elindultam hazafelé, jön a teszt, illetve az autózás második része. Igyekeztem egy minimálisan legalább itt a nyaraláson is folytatni a tartalomgyártást, hogyha már a tavalyiból ez teljesen kimaradt, de sok minden, nyilván a pihenés volt az első cél, ezért sok minden nem történt, de töltésről, meg arról a napról egy minimális, minimálisat forgattam. Ü, igyekeztem hazafelé egy ilyen viszonylag elfogadható kilátást keresni ahhoz, hogy beszéljek egy pár mondatot az autóról, hogy mégis csak tudjátok, hogy mi. Volkswagen ID7 a nagyobbik 91 kWh-s akucsomaggal, és egy meglehetősen jól felszerelt autó, 21, nem, bocsánat, 23,5 millió az induló ára ennek, 500 Nm és 280 lóerő az autó teljesítménye, és a VLTP szabvány szerint 700 km a hatótáv, ebből valós az nagyjából ilyen 500 környéke. Most 84%-kal indultam el, és arra írt 400 km-t, viszont ahogy tapasztaltam lefelé, nagyjából ezt tartja is, szóval egészen jó használható, és ahogy korábban említettem már, számomra döbbenetes, illetve meglepő módon, de nyilván a technológia ismeretében ez kevésbé meglepő, de meglehetősen gyorsan tölti. Az akkumulátort optimalizálja a töltés menüben van egy, egy almenü, amiben látod, hogy hogy áll az aksi optimalizálása, és akkor ezt ki tudod hogy ha tudod, hogy mikor fogsz odaérni, akkor addigra felkészíti az autót így gyors töltésre. Idefele amennyire problémamentes volt meg ott a szigeten is, tök jól tudtam tölteni az autót. Most annál nagyobb szívás elkezdett picit felforrani már az agyvizem. Az van, hogy idefele a második töltést egy petrol nevezetű One Charger akarta csinálni, viszont nem sikerült, ez egy 350-es gyors töltő lett volna, és akkor volt egy plugi, nagyjából kettő percre egy MOL plugi töltőállomás, Tényleg, tök közel hozzá, viszont az vagy, ugye ez csak 22-es töltő. Odafele egyáltalán nem siettem, mert a komphoz, amihez mentem, bőven volt időm, ezért úgy voltam vele, hogy nem zavar a plusz idő. Most viszont hazafelé megyek, és meg akartam próbálni, hogy másodjára sikerül-e használni, mert ott az alkalmazással volt probléma. Én bénáskodtam, meg este volt, már mit, nem volt kedvem tovább szórakozni vele, ezért nem foglalkoztam. De most hazafelé gondoltam, hogy jó lesz az a gyors töltő, letöltöttem az alkalmazást előre, mit tudom én. Viszont működni most sem működött, és ahogy üldögéltem és próbáltam működésre bírni, néztem a Google review-kat, és írták többen, hogy, hogy nem szokott működni, csak harmadjára, harmadik próbálkozásra, meg mit tudom én, de nem volt kedvem tovább szórakozni vele, mert minden próbálkozásnál e, zárult a kártyában egy összeget, hogy elkezdte tölteni. Ezért úgy voltam vele, hogy keresek egy másik töltőt, átjöttem, így itt egy Moon Charging Station van mögöttem, és hát ez se volt zöggenőmentes mert találtam hozzá alkalmazást, viszont az alkalmazásba nem tudtam regisztrálni. Lehet, hogy én vagyok a béna, de egyszerűen nem volt ilyen opció az alkalmazásban, hogy regisztráció. Tök mindegy elengedtem, úgy sikerült működésre bírni, hogy van egy QR kód rajta, azt beszkenneltem. Fontos, hogy ezt a másiknál ugyanúgy próbáltam, viszont ez sem működött. Szóval az, ez a petrolos töltőállomás ez teljesen kuka. Ezt úgy sikerült, ez most 145 kWh-val tölti az autót. 30, 32 vagy 3 százalékkal értem ide, itt egy maximum 15 percet töltök, és akkor utána megyek tovább. De az eddigi pozitív tapasztalatok alapján most ez a töltős szívás, ez, ez, hát nem volt túl meggyőző, hogy úgy mondjam. Milyen gyönyörűen 46 volt Angel Elindultam 80%-os töltöttségről, és 342 km még hazaérnem, és 306 km a hatótávon most így az autó szerint. Szóval egy töltéssel, nagyjából ilyen 10 perces töltéssel, most direkt Ionity-t választottam, mert eddig az mindig működött, mindig bevált, viszont lesz mellette Tesla Supercharger azon a töltőhelyen, és kíváncsi vagyok, amúgy meg fogom próbálni azt is, hát ha sikerül ott tölteni. Uh, azért is nyilván apróság, de hogy egy tök jó pofa kis gag, amit most pont nem tudok megmutatni, mert autópálya megyek és nem kell sehová menni, de a navigációban van ugye előttem a head-up display, amit szerintem kamerán pont nem látni, head-up display is animációkat kirak át, át, valamennyire talán, na mindegy. Lényeg az, hogy kirak animációt, hogy uh, erre fogsz kanyarodni, oda rakja, mozog a nyíl, szóval ilyen interaktívan a head-up display van, és itt elő pedig a, a és kis csík, ami díszként is működik, az pedig ilyen futófényként megy odébb, mikor mutatja, hogy melyik irányba kell kanyarodni. Szóval apróság, meg parasztfakítás, de mégis jópofa kis gegek így a gyári navigáció használatához. 43%-kal értem ide, és 80%-ig fogom tölteni most is, mint ahogy általában gyors tölteni érdemes. Sokkal kevesebben a hazaérnék, viszont ez 15 percet vesz igénybe, és nem akarom, hogy otthon ilyen 20% alatti akuval kelljen használni az autót. Legalább többet nem kell ezen gondolkodni a mai nap. Összességében 1300 kilométert mentem az autóval, és ahogy látjátok, itt vagyok a hangárba. Gondoltam, hogy én szép keretet adjunk a történetnek, hogy itt összefoglalom, hogy mi volt a tapasztalat az autóval. Ugye ígértem videó közben, hogy össze fogom foglalni, hogy hol mennyit és mennyiért töltöttem. Összeírtam, és muszáj puskáznom egy kicsit hozzá, mert nem olyan jó memóriám, hogy ez megtörténjen. lefele az első töltésem egy Ionity volt még itt Magyarországon, ez 18 percet vett igénybe, 32 kWh csorgott bele az autóba alatt, és 9000 forintba került ez. Lefele a második töltés az Horvátországban volt, amit említettem, hogy nem működött az a töltő, akkor átmentem egy MOL plug töltőhöz, ami csak egy 22-es töltő volt, szóval jelentősen lassabban töltött. Ott 28 kwh csorgott bele, 33 perc alatt, szóval az duplája, mint ami gyors töltővel sikerült volna. 7600 forint volt, szóval lefele összesen töltöttem 51 percet, és kerekítve mondjuk 17000 forint volt lefele az úti költségem üzemanyag része mondjuk így. Hazafele az első töltés, ugye megpróbáltam megint azt a töltőt, ami nem működött lefele, akkor sem működött, ott átmentem egy másik töltőhöz. Az kifejezetten drága volt egyébként, mert 27 kWh 11 perc alatt belecsorgatott, viszont ez 12.000 forintba került, szóval az előzőekhez, vagy amit előtte használtam azokhoz képest, ez egy picit drágább volt, és akkor a második töltő pedig hazafelé a Tesla Supercharger volt, ami tök egyszerűen használható, meg az tök jól működött is. 30 kW óra ment bele 18 perc alatt, és ez 6900 forint volt. Szóval hazafele 29 percet töltöttem, és ez kerekítve 19000 forint volt. Úgy gondolom, hogy ez az idei villanyautós Horvátország utazás sokkal jobban sikerült, mint a tavalyi. Egyrészt volt több tapasztalatom, másrészt helyismeret is volt már valamennyi, szóval mindenképpen sokat lendített, és úgy gondolom, hogy amúgy az autó is sokkal alkalmasabb rá, mint amivel tavaly voltam, szóval számomra mindenképpen egy pozitív csalódás volt ez az idei utazás. Remélem, hogy most már ti sem annyira elégedetlenek a teljesítményemmel, meg a bénázásaimmal, mint ahogy tavaly reklamáltatok elég sokan. Írjátok meg kommentbe egyébként, hogy mit gondoltok erről az utazásról. Véleményem szerint ezzel már egy ilyen hosszú táv is simán teljesíthető. Köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok!